Na hát akkor, sziasztok fiúk és lányok, én Chaser vagyok, és ebben a videómban most megmutatom nektek, hogy milyen gamer PC-t választhatok olcsón. A termékek linkjét majd megtalálhatjátok a leírásban. Na, elsőnek is processzor, gép, lelke. Na, tehát egy Intel Core i3-as 3220, 3,3 GHz-en ketyeg. Box processzor, ezért jár hozzá hűtőventilátor is, az Intel i3-as szériájának egyik legjobb kiadása. Nagyon jó processzor, én is ezt használom, bírja a strapát. Jó. Alaplap hozzá, MSI B75MA E33. Mit kell róla tudni? Chipsetjét az Intel gyártja. Találhatók rajta USB 3.0-as csatlakozók is, méghozzá 4 darab, 8 darab USB 2.0-as. Ez fantasztikus egy alaplap szerintem. Memória KingMax 8 GB DDR3-as, kit be érdemes venni. 1600 MHz-en ketyegnek. Nagyon jó szerintem. Merevlemeznek Toshiba 1 TB-os 7200 RPM-es 32 MB cache-sel, SATA 3-as csatlakozó. Nagyon jókat mondanak a Toshiba-ról, és nem is drága, 13597 forint. Videókártyának Palit GTX 650 Ti 2 GB GDDR5-ös Nvidia chipset, simán viszem mostani játékokat, nagyon jó videókártya, azt kell róla mondani. Tápegységnek egy Cooler Master Elite Power 500 wattos tápegység, ez bőven elég hozzá, 2 év garanciával, 12 cm-es ventilátorral, szerintem nagyon jó. Gépháznak pedig egy MTEC FM12A Blue gépházat ajánlok, ami nagyon olcsó és jól is néz ki. CD és DVD írónak egy Samsung SH224DB Bebe fekete színű lejátszó, 4255 forint, de bőven elég ez nekünk. Na és akkor nézzük is, hogy ez az egész gép így kompletten mennyibe kerülne. 142.102 forint. És ez tényleg egy nagyon jó gép. Én is már egy éve ilyet használok, és meg vagyok elégedve vele. Szerintem fantasztikus, amennyibe kerül, és amit nyújt. Teljesen jól bírja a strapát, viszi a jó játékokat. BF3, BF4, Titanfall, Counter-Strike, Global Offensive, mindent jól visz. Na hát akkor én ezt nagyon ajánlom nektek, ezt a gépet. Én Chaser voltam, remélem, hogy tudtam nektek segíteni. Sziasztok!